Szeretettel és tisztelettel köszöntöm megjelenteket, megválasztott a képviselőtestület első nyilvános közmeghallgatásán. Külön köszöntöm a képviselőt, a jegyző urat, az itt működő helyi civil szervezetek és egyesületek képviselőit, akik településen fejlődésért dolgoznak. Közmeghallgatáson két részre osztik majd. Lesz egy népülés az elején, aki küldött meghívó szerint napi rendi pontokkal, majd ezután következik egy polgármesteri beszámoló a választások óta eltelt időszakról, és ezután lesz lehetőség arra mindenkinek, hogy kérdéseket tegyen föl, észrevételeket fogalmazzon meg. A kérdésekre megpróbálok egy helyre azonnal válaszolni, amennyiben nem sikerül, akkor 15 napon belül a hivatali írásban fog válaszolni. Egyedi ügyekben, folyamatban lévő hatósági ügyekben nem fogunk tudni információt szolgáltatni, nyilván ugye az ügy jellegénél fogva, az nem tárgyalható ezen a fórumon, hogy közügyekkel kapcsolatosan lehetnek kérdéseket föltenni, észrevételeket megfogalmazni. Mintán ez egy képviselőtestület ülés, és annak is egy speciális formája, megállapítom, hogy a képviselőtestület teljes létszámmal jelen van, hogy megállapítom az ülés határozat képességét, és az ülés megnyitom. Elsőként a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezném, hogy van-e valakinek módosító javaslata. Amennyiben nincs, akkor ugye nekem van az átülésen elhangzott tappal kapcsolatosan. A 12-es, 13-as, 14-es pontok ugye az alpolgármester megválasztása eskütétele, illetve tiszteletdíjának költségkérítésnek megállapítása. Ezt kivennék a napirendi pontok közül, és egy soron következő zárt ülés keretében tárgyalnám, ugyanis az érintett részéről érkezett olyan kérés, hogy ezt zárt ülésen tárgyaljuk. Aki ezzel a módosítással és a módosítás után a fönnmaradó napirendi pontokkal egyetért, kérem kész felnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a módosítás utáni napirendet. Napirend szerint megkezdenünk a képviselőtestületi ülést. Az első ugye rendelet alkotása a helyi szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Engedjék meg, hogy beüljek, mennyebb lesz szó. Azért van szükség, hiszen minden évben idősek napjára karácsonyi csomaggal szoktunk kedveskedni a településen élő időseknek. És ugye ez a rendeletbe le kellene, hogy kerüljön, ahogy az előző képviselőtestületi ülésünkön ezt már beszéltük, a 3500 forintos per fő összeget, ami eddig rá lett fordítva, hogy erre a csomagra, az 10.000 forintra szeretnénk emelni. 289 olyan család, bocsánat, 70. életét betöltött lakosban Csengerének, hogy erre jogosult, rendeletünk szerint, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő több gyermeket nevelő családok száma 25, a nehéz anyagi helyzetben lévő mozgáskorlátozott személyek száma 10 fő. Tehát ez összesen 324 érintettet jelent, és ugye a mellékelt rendelettervezet szerint 10.000 forint per fő, illetve a család összegben lenne ez az egyszerű támogatás. Nyilván a család ugye ott, ahol ugye a családról van szó, illetve rászorulóról. Megnyitnám a napirendi pont fölötti vitát, és kérném a hozzászólásokat, javaslatokat. Azért nincs, mert ugye ezt már egy soron átvágtuk, de ugye a gyűlésvezetés szabálya szerint ugye ezt így kell kérdezni. Akkor amennyiben nincs hozzá módosító indítvány, szavazásra teszem fel a kérdést, akkor egyetért ugye az elhangzottak szerinti rendelet módosítással, kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Következő napirendi pontunk rendelet alkotása települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról. Ez a kötelező közszolgáltatásról szóló rendeletmódosítás ugye arról szól, hogy ugye a köztisztaság, település tisztaság, közegészségügyi rendelkezések betartása, valamint az épített természeti környezetvédelme érdekében ugye a helyi önkormányzatoknak rendeletet kell alkotni. Az erről szóló rendeletünk egy picit idejét múlt megkopott volt. A kiküldött anyag szerint ugye egy teljesen új helyi rendeletet terjesztettünk elő, amivel kapcsolatosan kérdezném, hogy van-e valaki észrevétele.
szóló rendelettel egyet, hogy az előterjesztés szerint kérem készfelnyújtással jelezve. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulat elfogadta az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Csengele községi önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet. Erre azért van szükség, nyelvközetben a hatalmi törvényességi észrevételt, amelyet nagyon sok önkormányzat megkapott, többek között mi is, nem felelt meg ugye helyi SMS-ünk szervezeti és működési szabályzatunk, teljes mértékben maradéktalan a jogszabály előírásoknak, ugye ez mindig változik, és ugye ezt mindig túlzsítottuk különféle függelékekkel, mellékletekkel, és ugye szükség volt arra, hogy az egész átdolgozásra kerüljön, és Jegyző úrnak az érdemel, hogy pusztaszer után ugye a csengelőt is átdolgozta, és egy olyan egyszerű, minimális
költségének bevételi és kiadási főszege 454.929.000 forintban van megállapítva, és ugye a módosított bruttó bevételi főszeg ennek az összegnek a helyére 583.521.000 forint lépne. Itt ugye arról van szó, hogy ugye olyan kiemelt belőle rendszert módosítások történnek, amelyek a költségvetési főszeget növelnek. Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek hozzáfűzni való észrevétele. Amennyiben nincs, akkor ugye a költségvetési rendelet módosítás szavazásra tennénk fel a kérdést. Aki a rendelet módosítással egyetért, kérem később készfelnyitásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestületek hangulat elfogadta a költségvetési rendelet módosítását. Következő napirendi pontunk, közszolgáltatási szerződés a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel egy 10 éves közszolgáltatási szerződésünk volt, amely ugye december 31-ével lejár. Ezt ugye nyilván meg kell hosszabbítani, illetve más szolgáltató után is nézhetünk. Szegedi Környezetgazdálkodásival a munkakapcsolatunk teljesen jó. A kiküldött közszolgáltatási szerződésben változás igazából nincs, tehát annyi, hogy 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tudnánk ugye meghosszabbítani ez alapján, a szerződés alapján a közszolgáltatásra vonatkozó időszakot, és mi ebben nem találtunk igazából semmi kivetni valót, úgyhogy azt kérdezem a képviselőtestület tagjaitól, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolatosan észrevétel vagy módosító indítványa. Természetesen arról van szó, hogy ugye azt a meglévő szerződésünket, ami alapján ugye 10 éven keresztül ők elvitték a szemetet, működtették a hulladékukat, most 5 évvel, nem 10, csak 5 évvel megszerződésük. Akkor szavazásra tenném fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy ugye meghosszabbítsuk a közszolgáltatási szerződést, kérem készfelnyitásra jelezzen. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangulag a képviselőtestület megszavazta a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását. Következő napirendi pontunk, megbízási szerződés Csengere községi önkormányzat 2020 évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására. Bocsánatot kérek, az előző napirendi pontnál kimaradt ugye még egy üzletrészvásárlási lehetőségről szóló tájékoztatás. Itt ugye arról van szó, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., amelynek egy személy tulajdonosa, hogy a Szeged megyei jogú város önkormányzata, egy közgyűlési határozat alapján lehetővé tette azt, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Nonprofit Kft. Tőkeemelést hajtson végre, és lehetőséget biztosít azoknak a Csongrád megyében működő önkormányzatoknak üzletrész megszerzésére a közszolgáltatásságban, akik szándéknyilatkozattal kifejezik, hogy az üzletrész megszerzését és a tagsági jogviszony keletkezését követően egy úgynevezett in-house eljárás keretében a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kijelölik közszolgáltatónak. Ezzel a javaslattal álltak elő a Szegedi Nonprofit Környezetgazdálkodási Kft. Hozzánk. Több más Csongrád megyei önkormányzat felé is megküldték ezt a lehetőséget, hogy 100 000 forint névértékű üzletrész vásárlásra tesznek ajánlatot. Igazából ez egy gesztus, ugye nyilván az önkormányzatok fele. Azt kérdezem a képviselőtestületi tagoktól, hogy van-e ehhez valakinek valamilyen észrevétele. Igazából beleszólási jogunk lenne ugye magát a Kft. Működésében, nyilván ugye a törzs betétünk elejéig. Ez a 100 000 forint, ez viszont nem egy olyan jelentős törzs betét, hogy ezzel
szerintem az lenne egy értelmes döntés, hogy mivel több önkormányzatnak is ezt kiküldték, úgyhogy megvárnánk azt, hogy a többi önkormányzatok milyen döntést hoznak, mivel úgyis már elnapoltunk ugye kettő döntést a hétfőülésre, ezért teljesen mindegy, hogy egy harmadik döntést is elnapolunk el, hogy se, így ezt a döntést is, hogyha ezzel egyetértek, akkor el tudjuk tenni a hétfőülésre. Ugye magam Zárkány széken erre vonatkozó döntést, ami nem jó érdekes, hogy nem is holnapjában is lesz még több településen, és akkor lesz egy tapasztalatunk, hogy a kapcsolatosan igen. Akkor aki azzal az ügyrendi javaslattal egyetért, hogy az ötös napirendi pontot képező, ötös napirendi pont részét képező szervezeti fontos üzletrész vásárlás lehetőség, ő szól, hogy hétfőre napoljuk, kérem készfelmény azt jelezzem. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulat levette napirendből az üzletrész vásárlást és hétfőre napolta. Következő napirendi pontunk, megbízási szerződés, a Csengere községi önkormányzat 2020 évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról. Belső ellenőr minden önkormányzatnak kell, hogy legyen. Nálunk a belső ellenőrzési feladatokat Juhász Rejra, egyéni vállalkozó, aki egy okleveles pénzügyi revizor látja el, már borzasztó sok év óta, tehát több mint 10 év óta, és az ő megbízási szerződését ugye minden évben meg kell vinni, meg kell határozni azt, hogy mire tegyük, milyen ellenőrzési aspektusok, milyen kockázati tényezők azok, amelyek figyelembe vételével kell, hogy ugye az ellenőrzést az önkormányzatunk már elvégezze. Így most hatodik napirendi pontként a Juhász Lejlával kötendő megbízási szerződést terjeszteném a tisztelt képviselőtestület elé. A megbízási szerződésben semmi új dolog nincs, ugyanaz, mint a 2019 évi, annyi, hogy ugye a 2020 évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozik, ugyanúgy három alkalommal jönne, ahogy eddig, más módosítás nincs benne. Ezzel kapcsolatosan, bocsánat, Bajdára elégedettem, névváltozás kommentált ugye a hölgy. Akkor akinek ezzel kapcsolatosan észrevétel kérdése lenne, kérem. Igen, hát az ugyanaz, mint a tavalyi szinten, ami volt az 110 ezer forint per asztal. Akkor aki ezzel egyetért, hogy Gajdán Lejlával megkössük ugye a belső vonatkozó megbízási szerződést, kérem kész felnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulat megszavazta a megbízási szerződést. Következő napirendi pontunk a Csengere Községi Önkormányzat 2020 évi ellenőrzési programja. A 2020 évi ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása, illetve a 2020 évi kockázatot generáló úgynevezett kockázati tényező meghatározása. Erre úgy szintén kaptunk ugye javaslatot az előbbiekben említett hölgytől, aki ugye eddig is csinálta nekünk ugye a belső ellenőrzési programot. A 2020 évi ellenőrzési programban ugye szabályszerűségi ellenőrzés az, ami belekerül, illetve az ellenőrzési program részét képezi még, hogy a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos belső kontrollrendszer ellenőrzése, illetve részét képezi még egy szabályszerűségi ellenőrzés, amely 2019-es és a 2020-as évre vonatkozik. Az ellenőrzési program további részét képezik a munkaügyi dokumentumok nyilvántartások ellenőrzése, és ugye az ellenőrzés utolsó részét képezi ugye a 2019-es és 2020-as évben kötött megbízási és vállalkozási szerződések ellenőrzése. Ezzel kapcsolatosan kérdezném, hogy van-e valakinek valamilyen módosító indítványa egyéb részrevétele. Akkor aki az előterjesztett 2020 évi ellenőrzési programmal egyetért, kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulat
első ellenőrzési programon. Következő napi rendi pontunk tulajdonosi hozzájárulás garázsépítéshez. A 044-es helyrezi szám alatt fekvő terület az a Csengelei Általános Iskola. A Csengelei Általános Iskola ugye a tankerület vagyonkezelésében van, viszont a tulajdonos még jelen pillanatban is ugye a Csengele Községi Önkormányzat. November 16-án voltak kint a Nemzeti Sportközponttól, van ugye egy 2016-os kormányhatározat, amelynek értelmében ide átípusú tornaterem fog megépülni. Túl vagyunk már egy jó pár közbeszerzési eljáráson, amelyek eddig sajnos eredménytelenek voltak. Most ugye ez újból ki van írva, hogy a közbeszerzés jelenleg is folyamatban van. Kint voltak ugye a kivitelező, a lehetséges kivitelező képviselő, ugye a közbeszerzési eljáráson ugye be tudják nyújtani az ajánlatukat, és azt kérték, illetve hogy az előírás is, hogy a munkaterületet, ahova a tornaterem épülne, azt úgy kell átadnunk, hogy az egy teljesen tiszta munkaterület legyen. Tehát ott nem lehet WC, ott nem lehet raktárhelyiség, nem lehet biciklitároló, nem lehetnek fák. Jelen pillanatban ezek vannak. Az iskola használja ugye azt a régi épületet raktárépületként, amely elbontásra kell, hogy kerüljön. Ugye a vizes blokkal nincs gond, hiszen az előző képviselőtestület ciklus alatt megvalósult, ugye lett egy teljesen új vizes blokk az intézmény folyosójához csatlakozóan, így a régi vizes blokk elbontása nem okoz problémát. A raktárhelyiség elbontása viszont problémát okozna az iskolának, hiszen az ott tárolt taneszközök, táblák, nem tudom, hogy mi van benne, ezt nyilván az ott dolgozók jobban tudják, azoknak kell valamilyen helyiség, ahova azokat betesszük. Most nyilván ahhoz, hogy valamilyen raktározási célra szolgáló helyiséget meg tudjunk terveztetni, illetve a föl tudjunk építeni, tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Ez lenne a szóbeli előterjesztés lényege, hogy a Csengele Községi Önkormányzat úgy határozott, hogy ugye tulajdonosi hozzájárulását megadja ahhoz, hogy ugye a 41-es helyrezi számú területre garázs épüljön ugye, raktározási célra ugye az iskolának. Ehhez kapcsolódóan kérdem az észrevételeket hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Szerintem az volna a legcélszerű, hogy ez minden hamarabb megvalósulhatna, és azt a rengeteg padot, meg különböző technikai felszerelést, amit a Tibor használ, azt át tudjuk rakni, mert szükségünk van rá, és akkor a mondási kezdődhet. Köszönöm. Köszönöm én is a hozzászólást. Akkor, aki a tulajdonosi hozzájárulás megadásával egyetért, kérem kész felhívással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulat megadta a tulajdonosi hozzájárulást az iskola területén a tárolás célra szolgáló építéshez. Következő napirendi pontunk a Kistelek környéki települések több célú társulása, társulási megállapodásának módosítása. Erre úgy szintén hasonló okból van szükség, ami miatt az SMS-ünket is módosítani kellett. Kistelek környéki települések több célú társulásában ugye a járáshoz tartozó hat település, tehát Paks, Balástya, Pusztaszer, Ópusztaszer, Csengele és Kistelek tartozik. Ez a társulási megállapodás egy 2004-es kistérségi ülésen született még, és szintén már jó részében elavult, ezért ugye egy új előterjesztés készült, amelyet ugye a társuláshoz tartozó képviselőtestületeknek egyenként kell ugye elfogadni, és ugye utána kerülhet átvezetésre. Kérdezni szeretném, hogy valakinek ehhez kapcsolatban egy jó nap esetleg van-e hozzáfűzni való. Ez a 9-es napirendi pont.
polgármesteri hivatalt most már nem Kiskerek város polgármesteri hivatalának hívják, hanem Kiskereki polgármesteri hivatal. Körülbelül ennyi a módosítás lényege, illetve hogy ki jogosult a önkormányzatot képviselni a felsőoktatási tanácsban. Erre kéri a Kiskereki jegyzőasszony a tisztelt képviselőtestületnek a közreműködését, hogy határidőre szintén eleget tudjon tenni a törvényességi felhívásban foglaltak orvoslására. Ez vonatkozik a következő napi rendi pontra is, tehát a víziközmű társulás, amiben szintén a Csengere községi önkormányzat tagként vesz részt, ott is gyakorlatilag ugyanezeket a módosításokat kérik átvezetni, illetve egy tehát a módosítások felétségezzel kezdve foglalt társulási megállapodást kérik elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólást. Előre szaladtunk, hogy a következő napi rendre, ez teljesen jó, ugye ez úgy szintén egy hasonló jellegű társulás azon a különbséggel, hogy akkor viszont csak Kiskerek és Csengere települések vannak benne, de a dolognak a lényege ugyanez, úgyhogy semmi akadály nincs annak, hogy ugye ezt egybe tárgyaljuk. Következő napi rendi pont is ehhez fog majd kapcsolódni, ugye a delegáltak megválasztása, ugye ezek a társulások, vagy annyira most nem szaladunk még előre viszont. A két módosítással, ami ugye a törvényességi észrevétel miatt rendkívül szükséges, amit egy Kiskereki társulás munkaszervezete elkészített, kapcsolatban kérdezni, hogy van elég észrevétel valakinek. Amennyiben nincs, akkor az előterjesztésekkel kapcsolatban először a több célú társulás, társulási megállapodás módosítását teszem föl szavazásra, és kérném szépen a szavazatokat, aki ezzel egyetért készfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulag elfogadta a Kiskerek környéki települések több célú társulása, társulási megállapodása módosítását. Megkérdezném azt, aki a Kiskerek és társuló települések víziközmű társulása, társulási megállapodásának módosításával egyetért, kérem készfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egy hangulag elfogadta a Kiskerek és társuló települések víziközmű társulása, társulási megállapodásának módosítását is. Következő 11. napirendi pontunk delegálás az önkormányzat tagságában működő társulásokban. Itt ugye két társulásról van szó, az egyik a több célú társulás, a másik a víziközmű társulás. A társulásokban, az előző képviselőtestületi ciklusban Katona Attila képviselő úr és Lantos István képviselő úr voltak delegálva. Mivel ugye Attila a jelenlegi választáskor, 2019. október 13. választáskor nem indult, így őt nem tudjuk sajnos ebbe újra javasolni. A Lantos Pisti volt a másik képviselő, aki ugye delegálva volt. Én a javaslatot azt úgy teszem föl, hogy és itt továbbra is javaslom, hogy a társulásban ugye a Csengere községi önkormányzat delegáltjaként közreműködhessen, a másik delegált személyre pedig javaslatokat várok tőletek. Illetve egy jelentkezőt is akár. Csókási Zoltán és Lantos István delegált. Kérem, aki egyetért az ő delegáltságukkal készfelnyújtással jelezze. A Kiskerek környéki települések célitársulásában is, illetve a Kiskerek és társadalmi települések víziközmű társulásában is, Csókási és Lantos István delegálva, viszont van egy hatos társulás, amelyet a Csengerei önkormányzatban bírálható is érségük. És vállaljátok? Akkor aki egyetért, hogy mind a három társulásban
Söldes Györgyöt egyhangulat megválasztotta delegáltaként Lantos István és Csókásnyi Zoltán képviselő urakat, mint a három társulásban. Következő napirendi pontunk a kérdések és bejelentések. Átadnám tisztelettel a szót, hogy a képviselőtestületünk tagjának, akinek kérdése, illetve bejelentése van, tegye meg. Akkor én egy pillanatra szeretném magamhoz adni a szót, és szeretnék egy előterjesztést tenni. Az általános iskola előtt nagyon régóta várunk arra, hogy legyen zebra. A következő miatt. Igaz, hogy ki vannak rakva a 40 km-es táblák, viszont mindenki tudja, hogy nem csengelélyek, hanem átutazók, ezt igazán nem tartják be. Testnevelési órákra, a különböző rendezvényekre, délutánonként művészeti iskolába, a gyerekek folyamatosan mennek át a tanházba, egy folyamatos mozgás van, nevelők kísérik őket, de az ebédeltetés is ott van, és a reggeli forgatagban elég sok probléma szokott lenni. Polgárőrként voltam kint egy párszor, amikor indult az iskola, és láttam ezeket az anomáliákat, és én szeretném azt az előterjesztést benyújtani, hogy indítsunk el egy ilyen felülvizsgálatot, hogy milyen módon lehetne oda zebrát tenni az iskolában. Egyszer már volt egy ilyen kezdeményezés, ott olyan probléma történt, hogy mivel ez az út nem az önkormányzatnak a tulajdonában van, ezért mi nem tehetünk vele semmit. Csak a közútkezelő keresztül tudjuk ezt megoldani. A közútkezelőnek pedig az volt a kérése, hogy a kereszteződésben megfelelő világítással kell ellátni azt a területet, hogy meglegyen az a lux mennyiség, ami megkövetel a jogszabály. És én szeretném, hogyha ez a dolog megoldódna, és nem a tanárok lennének a felelősek vagy a szülők, hogyha véletlen valami baleset bekövetkezik, hanem az ebra azért szerintem csak jobban megvédene bennünk. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Volt erre tényleg egy terveztetésünk is, több mint 10 éves szerintem. Meg volt az is határozva, hogy hány lux kell, hogy ugye megvilágítsa ezt az ebrát, hiszen mondjuk éjszaka nincs oktatás, illetve nincsenek gyerekek, ennek ellenére ugye nyilván közúti közlekedésre, illetve az útjátatásra vonatkozó szabályok értelmében az ebrán bármikor átment bárki, tehát ott ugye éjszaka is megfelelő látási viszonyunk kell, hogy ugye legyenek, és az autós észrevehesse, hogyha valaki ott ugye át akar menni. Szerintem az lenne egy helyes döntés, hogy egy előkészítés megindulna, hogy milyen feltételei, illetve milyen költségvonzata van annak, hogy oda erre kerülhessen. Meg szeretném kérdezni, hogy ezt vállalod, de azt is, hogy ennek utána jársz, vagy pedig már mi is megnézzük, bármelyik megoldás jó. Az előző anyagot mindenképpen oda hagyjuk hozzá, mert az ugye segítség, úgy, ugye vannak tervek annyi, hogy nyilván azt ugye engedélyeztetni kellene, hiszen az ennyi idő alatt nem simán lejártunk a költségbecsléseket nyilván, tehát az árajátok, hogy újra kellene hozzá beszerezni. Esetleg arra mondja, mint a közülkezelőnek az igazgatójában, hogy Természetesen. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólást, ebbe akkor járni, és akkor a következő testületülésen be fogunk arról számolni, hogy milyen lehetőségek vannak az ennek kialakítására. Annyit szeretnék ezt hozzászólni, hogy hiába 40 km-es tábla, hiába lesz a zebra, ettől mi, ami akar, nagyon gyorsan végig megy a falun. És ez az úgynevezett fekvőrendelőket is nagyon jó volna, legalább 2-3-at. Nem tudom megmenni a főtételet,
számtalan helyen láttam, hogy átmenő útvonalon bizonyban nem ilyenek. Nem tudok ilyen feltételre, de szerintem az is sokat segíteni. Mert maga 40 km sztárban nem veszi vissza a lábát az embernek, hogy átfogja a feltételre. Tehát különböző útban. Ennyit szeretném. Szeretném előterjeszteni a gondolatom, amit már korábban a Facebookon is előterjesztettem, mondjuk, hogy pihenőpadokat szeretnék a falu területén elhelyezni. És ebben szeretném kérni az önök segítségét is. Látom azt, hogy a falunk előlegszik, és igen messze van mondjuk az orvosi rendelet, a buszpályunkkal, és csomagokkal az idősek szeretnének esetleg megpihenni. Vagy komorosan magam, mert hogy a fiatalok is éjszaka szeretnének ott megpihenni. Feleségem rázom a fejét otthon, mert kapok ilyet, a biztos. Ez az egyik. A másik, hogy korábban is szerettem volna az iskolánk elejét átalakítani, egy kicsit módosítani. A visszajelzések igen jó voltak, és ebbe kérném majd a segítséget a polgármester úrnak. Mert tudjuk jól, hogy az iskola nem hozzánk tartozik tulajdonképpen, de területileg a terület a miénk. És itt valami olyan konszenzust kéne találni, olyan kompromisszumot ez a lehetőség, hogy a nélkül a járvány létrejöjjön. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólást. Az iskola valóban a tankerülethez tartozik, úgyhogy bármilyen változtatás, illetve módosítás, hogy csak a tankerület hozzájárulásával lehetséges. Ebben nyilván kell, hogy legyen egy előzetes egyeztetés, illetve a konszenzus és az alapján részünkről szerintem nincs akadálya, tehát mi semmi rosszak, nem vagyunk az elrontói. Nyilván a tankerület részéről is majd segítséget szeretnénk kérni igazolva a szönt alapban, hogy az ott illetékes személy felé, hogy ezt a módosítási, vagy nem is módosítási, szépítési vagy jobbítási igényünket jelezzel, remélem, hogy partnerek lesznek benne. Köszönöm szépen. Más hozzászólás. Köszönöm szépen. Akkor más kérdés bejelentés nem lévén ezt a napirendi pontot bezárjuk. Következne az utolsó előtti napirendi pont, amely a polgármester beszámolója a választások óta eltelt időszakról. Ez tényleg az utolsó napirendi pont lesz, utána lesz ugye az, hogy önök bármilyen kérdést, észrevételt, javaslatot föltegyenek. Arány mellett döntött úgy, hogy változást szeretne, és ugye új polgármestert választott.
azok az átvett vagyon és pénzeszközök, amelyekkel el kell majd számolni nekem is, ugye önök fele 5 év múlva. Az önkormányzat elkülönített számlájának főösszege 145 millió forint, az egyéb számlák főösszege 9 millió 370 ezer forint volt. Ez azóta változott, de ez már nyilván az elkövető, tehát ez az új időszaknak a folyamán, hiszen ugye jelenleg is vannak kifizetéseink és vannak ugye folyóbevételeink is. Jelenleg, ami még a mai napig is megvan, a számlánkban lévő iparőrzési adó túlfizetés, amelyet 2020. december 31-ig három egyenlő részletben kell visszafizetnünk, 24.923.000 forint. Ebből az első részletet, 8.300.000 forintot most fogjuk visszautalni november 30-ig. A következő két részletet pedig ugye nyilván úgy, hogy 2020. december 31-ig mind a három részlet visszakerüljön. A vidékfejlesztési program keretén belül a 070-es helyrezi számú út szilárd burkolattal történő ellátására kaptunk előlegként 52 millió forintot. Ebből 44,2 millió forint még mindig ugye a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített önkormányzati számlán parkol. Mivel ugye a pályázat sajnos nem került megvalósításra, ezért ezt az előleget vissza kell majd ugye fizetnünk. A kérdés az az, hogy ugye ehhez a pályázathoz beszerzett eszköz, ugye, ami egy traktor volt, annak az elszámolását elfogadják-e, vagy se, ez jelenleg még nem zárult az ezzel kapcsolatos egyeztetés folyamatban van. Ami van még ugye a fejünk fölött, az egészségügyi rendelő kialakítására kaptunk ugye 60 millió forintot, a teljes bekerülési költsége 87 millió forint volt. 60 millió forint volt a támogatás. Az egészségügyi rendelővel kapcsolatosan történt egy vállalás 5 évre szólóan. Ez a vállalás arról szól, hogy az ott dolgozó házi orvosi praxis betegkártya száma nem csökkenhet 900 betegkártya alá. Ezzel ugye nagy-nagy sikereket és tényleg jó egészséget kívánunk ugye az ott dolgozó házi orvosunknak, Pényi dr. Tolontai Renátának, hiszen hogyha itt bármilyen probléma is feljut bármivel kapcsolatosan, akkor ugye ez a fölvett támogatási összeg visszafizetése esedékessé válik. Ezen fölül egy nagyon szép önkormányzati vagyon az, amivel ugye átvettük az önkormányzatot, tehát mind a működtetésünk, mind a folyamatban lévő pályázatok, mind a rendő beruházások nincsenek veszélybe, mindenhez ugye megvan a megfelelő anyagi erőnk, úgyhogy nincs okunk panaszkodni. Ezúton is köszönjük azt, hogy egy ilyen önkormányzatot tudtunk átvenni. November 5-én Móra Hanfal ezelőtt egy tanulmányi konferencia, ahol ismertették ugye a jövő évi pályázatos lehetőségeket is, mint tanulmányi plusz beszerzés vonatkozásában, mint pedig ugye a külterült utak rendbetételére kiírt pályázatok vonatkozásában. Jelenleg is van folyamatban tanulmányi plusz beszerzésre pályázatunk, amely nyertes pályázat, ezt még az előző időszakból örököltük meg, tehát ezt még nem végeztük el. Mi ugye megörököltük, ugye a megvalósítása fog majd nálunk zajlani. November 12-én volt ugye egyeztetésünk a tornaterem építésével kapcsolatban, amely alapján az előnyelben meghozott tulajdonosi hozzájáruló határozat is megszületett. Itt ugye arról van szó, hogy mivel február közepén előláthatólag reményeink szerint ugye kezdődik a beruházás, erre kaptunk ugye ígéretet, el kell bontanunk ugye karácsonyi a régi raktárhelyiséget, és át kell helyeznünk a biciklit állót, illetve a vizes blokkot is. Ezzel kapcsolatosan Jesszent László község polgármestere, Nagy András polgármester úr megkeresett november 19-én, és közöttünk lezajlott egyeztetés eredményekért egy nagyszerű felajánlást kaptunk a Jesszent László településtől, a Csengere-Jesszent László összekötő út, amely mellett ugye a patka már elég gyalázatos állapotban van, tehát ugye nincs szintben ugye az útfel, és hogyha valaki jön szemben, ugye le kell kérni, és ugye ez most nyilván problémás annak köszönhetően, hogy van egy ilyen jó 5-10 centi dilatáció. Ez feltöltésre és kiavításra fog kerülni még ezért végig, hogy itt ugye a térbe úgy tudjuk belemenni, hogyha valakinek be kell menni a patkára, akkor ne legyen az, hogy ekkora dilatációra hajt le. A külterült dűlőútjaink hajazása ugye a Kiskuma és a Körpöc határutak fele lévő szakaszon a Szabó Feri és csapata segítségével ugye megtörtént. Kósárvágó hittal egyeztetéseket folytattunk az használatról, a parkolási anomáliától, a kifolyó szennyvíz minőségi problémáiról, illetve az AIS szakadásokról. Ezek
rossz hír, de muszáj elmondanom önöknek, hiszen ez is hír. Nemrég került ide talán egy jó éve, hogy működik ugye a településünkön ez a bankautomat, ami pont a faluházban található, és a Kiskunban is egy jó igazgató asszony hívott fel azzal kapcsolatban, hogy ennek a fenntartása veszteséges, nem éri meg nekik fenntartani. Nincs annyi készpénz fölvétel ugye a településen, hogy ez kifizetődő lenne ugye. Őnál minden negyed évben készül ilyen fölmérés, hogy hol vannak ugye olyan automaták, amelyeknek a fenntartása nem gazdaságos, és ez belekerült ugye a borcsa alá, ez is egy olyan automata, amelynek a fenntartása nem kifizetődő. Nem biztos, hogy mindjárt el fogják innen vinni, azért tájékoztatott csak, hogyha ugye elkerül innen, akkor ne kezdjük el keresni, hogy kivittel esetleg, hanem tudjuk, hogy ugye ők vitték el. Én megkérdeztem, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy ez az automata itt maradjon, hiszen ugye a takarékszövetkezet is megszűnt településünkön, és így ugye a helyi embereknek pénzintézeti szolgáltatásokra lehetősége településen belül nincs. Ez az automata ugye annyit segített, hogy ha valaki készpénzt akar fölvenni, ezért hogy tudod fölvenni, illetve ugye azok a dolgozók, akik ugye bankszámlára kapták a fizetésüket, ugye egyre több van, hiszen ugye a készpénz használt egyre inkább visszaszorul, használták ezt az automatát. Annyit mondott a fiúk igazgató asszony, hogy tehát sajnos ebben mi nem tudunk segíteni, ez nem azon múlik, hogy most, tehát ez a település pici ahhoz, hogy olyan forgalmat generáljon egy ilyen automatában, amivel ez ugye fönntartható lesz. Itt ugye ők, amikor visszakérdeztem, hogy amikor létesítették, akkor erre nem gondoltak, és mondták, hogy ők bíztak az átmenő forgalomba, hogy az föl fogja ezt annyira nyomni, hogy ugye hát, sajnos itt nincs akkor átmenő forgalom, hogy ez befolyásolni tudta volna. Jegyzői pályázat írása, október végén kiírtuk ugye a jegyzői álláspályázatot, amely jelenleg is ki van írva, december 7-én fog ugye lejárni, jelentkezés, a jegyzői állás írása jelenleg is ugye folyamatban vannak a jelentkezések, utána fogunk tudni erről beszámolni. Pusztaszer településsel, akivel közösen kormányzati hivatal tartunk fönn, több egyeztetésen vagyunk túl ezzel kapcsolatosan. Igényként merült föl ugye az a pusztaszeri település részéről, hogy a 2015 éve aljegyzői, illetve bocsánat, előtte jegyzői, utána ugye 2013 március első után aljegyzői tisztségként pusztaszeren működő dr. Jaksa Tibor nyilván ugye a hivatali ranglétrán följebb lépve ugye a jegyzői állásbetöltéséhez elsőbséget élvezzen. Ezt a kérést, ezt az igényt természetesen méltányoltuk, hiszen ugye 15 év szakmai tapasztalattal egy olyan szakmai háttér van mögötte, amelyet nem lehet figyelembe venni. Utcaink kártyúzása megtörtént, beköszönt előtt még. Nem sokjuk volt, tehát hál' Istennek a terterületi útjaink nagyon jó állapotúak. Egy-kettő helyen volt, ahogy az aszfalton volt kisebb-nagyobb kártyú. Ezeket mind betöntöttük, illetve a mellette lévő patka melletti lyukakat ugye föltöltöttük zúzott kővel. Nagy vonalakban ennyi, amit ugye október 13-a óta eltelt időszakról elmondani szerettem volna. A soron következő programjainkról szeretnék még önöknek egy rövid tájékoztatást adni, amit decemberre vár ránk. És nagy szeretettel meghívjuk önöket a soron következő rendezvényekre. Az első adventi gyertyagyújtás most vasárnap lesz december 1-én itt a templomnál. Nem a mi rendezvényünk, az általános iskola rendezvénye, de be szeretném harangozni nekik, hogy ha megengeditek, december 7-én lesz ugye a szokásos, hagyományos Mikulásban, amelyet az általános iskola szervez, itt a faluház épületében. Az idősek napi köszöntés pedig december 11-én 14 órakor lesz úgy szintén itt a faluházban. Ez is hagyományos, szokásos minden évben december hónapban, amit megjelentésre szokott kerülni. Én ennyit szerettem volna elmondani, és most önöknek átadnám a szót, várom az észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat.
vonalat lehet beszállítani, mert eléggé, tehát mi úgy tapasztaltunk, hogy eléggé leszűkült az a kör, amit átvesznek, tehát gyakorlatilag csak a műanyag flakonokra, és hát azért elég lényegesen szélesebb a kör. Jó lenne tudni, hogy mi az, amit Szegeden tényleg tudnak újrahasznosítani, mi az, aminek van értelme, vagy ne felhasszuk magunknak, vagy mert mi elég vegyes az, amit információt is kapunk ezzel. Illetve még lenne egy kérdésem, ez szintén hulladék téma, a szennyvíz kérdés, hogy ugye ez többször már a belterületi szennyvíz kérdés is többször napirenden volt, hogy ezzel kapcsolatban várható-e majd valami változás, valami terv van-e, illetve hogy az ipari szennyvíz, ugye hát erről már kaptam én egy korábbi lakossági fórumon egy olyan választ, hogy hát ugye itt a környezetvédelmi hatóságnak van ebben hatásköre, de szerintem azért ez mégis, mivel ugye a tanyavilág elég nagy, és itt az ivóvízünkről van szó, tehát szerintem ez egy nyilvánosabb kérdés kell, hogy legyen, illetve hogy közszolgáltatás-e a települési szennyvíznek az elszállítása. Igen. És akkor, tehát hogy erről számlát kapni, nyugtát kapni, hogy a szóba került le lakásra, hogy ez jó lenne. Én úgy érzem, hogy ez nem egészen tiszta. Illetve, bocsánat, még egy a padokkal kapcsolatban, hogy a hulladékgyűjtőket szerintem mellé lehetne csapni. Ez egy nagyon jó ötlet az ülőpadok, de a faluban alig van hulladékgyűjtő, akkor van lehetne. Beszállításával kapcsolatosan teljesen jogos a kérés, ezt továbbítani fogjuk ugye a szolgáltató felett. Biztos vagyok benne, hogy egy olyan tájékoztató anyagot össze fognak tudni erre hozni, ami kielégítő választ tud adni arra, hogy mik a beszállítható hulladékok, amelyeket ők fel tudnak dolgozni. Hulladékgyűjtősziget, itt a CCABC előtt van a településünkön, ami közforgalom számára álló. Meg fogjuk vizsgálni akkor ugye annak a lehetőségét, hogy máshova hogyan tudnánk ilyen hulladékgyűjtőszigetet telepíteni. Köszönjük szépen a hozzászólást. Ha meg nem válaszolt kérdése, pedig írásba fogunk még akkor válaszolni 15 napon belül. Kérdezném, hogy másnak van-e még hozzászólása kérdése. Szólni. Amit elmondtál, nagyon szép, és nagyon jól esett, hogy az önvizetestületnek is még a munkáját pozitívan értékelted. A számokról szabad elmondani a másik oldalát is a számoknak? Mert amit mondtál, az egyik oldala a számoknak, és a másik oldalára szeretnék egy pár szót szólni, hogyha lehet. 153 millió forint szabad pénzeszköz, ez biztos, ez írva vagyom. 24 millió forint, az egy adó volt, ez most akkor gondolom föl mentesült az alól, hogy adókitokkal volt, tehát lehet beszélni. Nem mondjuk, hogy ki a... Így van, akkor én is csak annyit mondanék, hogy az 50 millió forintból kerül visszafizetésre, tehát 50-et befizettek Csengelekösség önkormányzatához, és utána 24-et kérnek ebből vissza, tehát ebből még 26 millió forint tiszta pénzzel tudtunk kijönni, ennyivel lett több Csengelének a vagyona. Illetve látok itt az 52 millió forintot. Az 52 millió forint még ebben a pillanatban nem úszott el. Tehát én arra kérném a testületet, amennyibe lehet, és polgármester urat, amennyibe lehet, akkor úgy, ahogy az előző testület küzdjön ezért az útért és ezért a lehetőségért, hiszen biztosan emlékeztek rá, vagy emlékszik rá a polgármester úr is, hogy az aszfalt árnövekedés miatt indult ez el. A tárgyalások elindultak, még nem szakadtak meg ebbe a pillanatba, tehát innentől fogva az út,
hisz ezt mindenki bevállalta. Tehát ezt előírták, hogy 900 lakos egy orvosi rendelő. Én nagyon bízom benne, hogy az, amit mondott polgármester úr, az soha az életben nem fog előfordulni, hogy Csengelén nem lesz orvos, és igen, akkor vissza kell fizetni, tehát a rendelő elkészült. Az orvosi rendelő ott van, tehát ennek a pénznek szerintem ennek a 83 millió forintból 60 millió forintnak a visszafizetési lehetősége, én arra nagyon kicsi esélyt látok, hisz Csengele mindent el fog követni a későbbiek során is, gondolom, hogy ez az orvosi rendelő ez működjön, és ez a minimum 900, de most 1100 kártya ez rendelkezésre álljon. Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkát kívánok! Van egy testületi határozat, amivel ugye a nem megvalósítás mellett döntött ugye a testület. Ez nyilván gátolja egy picit azt, hogy ezt a pénzt pályázati kiírásnak megfelelően felhasználjuk, de tisztesen utána fogunk annak nézni, hogy megvan-e arra lehetőségünk, hogy ugye ezt újra szavazzuk, illetve ugye új beruházásként ennek nekiessünk. Én azt gondolom, hogy ugye az a képviselői testületi határozat, ami megszületett ugye a pont nyáron volt, amikor ugye erről szavaztunk, az nagyon jó körülbelet járva, hogy a polgármester, akkori polgármester és az előző testület által, és ugye az ott döntés alapjaként elfogadott indokok és érvek nem változtak. Esetleg az, hogy máshol ezt a pénzt felhasználni jelent a halba, de tényleg igazam, hogy ezt meg tudjuk nézni, hogy tudjuk-e valahol használni. És az, hogy itt van, is van, az nem gond. Ha vissza kell adnunk, az se gond, hiszen ezt ugye kaptuk ezt a pénzt. Nyilván ugye a korrektséghez tartozik, hogy önök erről tudjanak, hogy az, ami itt van, nem biztos, hogy itt is marad. Ez rajtunk múlik. Önökön is rajtunk a képviselőtestületen. Köszönöm szépen, és kérdezném, hogy van-e még valakinek hozzászólása. Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor én nagyon szépen megköszönöm önöknek, hogy őt szakítottak arra, hogy részt vegyenek az önkormányzat életének alakításában és érdeklődést tanúsítanak arra, hogy mi hogyan működünk, és mindenkinek további szép estét.